Sziasztok, én Ditka vagyok, ez pedig itt a Weekly Fix, és az eheti adásban szó lesz a Google új játékplatformjáról, az Öngyilkos Osztag 2 új csapatáról, a PS5 forradalmi újításáról, és az Éjkirály valódi céljáról. Csapassuk is! Rengeteg izgalmas pletyka kering a Sony készülő új konzoljáról, egy frissen felfedezett szabvány pedig a PS5 egy újabb izgalmas funkciójáról árulkodhat. Egy benfentes YouTube csatorna hívta fel a figyelmet a Personalized Data Driven Game Training Systemnek nevezett technológiára, aminek szabványát a Sony nyújtotta be nemrégiben. A technológia egy intelligens rendszert takar, ami elemzi a játékokat és a játékost, majd a felhasználó igényeihez, szokásaihoz igazítja az adott játékot. A technológia nem csak arra jó, hogy ha valaki sokat bénázik, mondjuk egy autós játékban vagy egy FPS-ben, akkor a gép automatikus fékezéssel vagy lézerirányzék bevezetésével segít neki, hanem akár egy adott játék története is másként alakulhat attól függően, ki és hogyan játszik vele. A deep learning technológiának köszönhetően a konzol megtanulja felhasználója szokásait, viselkedését, erősségeit és gyengeségeit, és ezek alapján egy személyre szabott játékélményt biztosít neki, ami a szabvány leírása szerint a fejlesztőknek is nagy segítséget jelenthet, például a pályatervezésben. Kevin Feige és Samuel L. Jackson elárulta, hogy Nick Fury azért nem csipogott rá korábban Marvel kapitányra, mert a végtelen háború előtt nem volt igazi vészhelyzet. Amióta tudjuk, hogy Nick Furynak van egy Marvel kapitány hívására alkalmas csipogója, az a legnagyobb kérdés, hogy miért nem használta, amikor Loki, Ultron és a többi gonosztevő megpróbálta átvenni a hatalmat a világ felett. Nick Fury megformálója és a Marvel stúdió feje most tiszta vizet öntöttek a pohárba. Amikor megkapták az erre vonatkozó kérdést, mindketten azt válaszolták, hogy Marvel kapitány csak vészhelyzet esetére adta a csipogót. Jackson hozzátette, hogy az addigi vészhelyzetek kezelhetők voltak az ott jelenlévők által, de Thanos már más tészta. Elmondta, hogy a bosszúállók a mindennapi katasztrófákhoz remekül megfelelnek, de a végtelen köveket birtokló intergalaktikus fenegyerekhez több kell. Feige szintén a vészhelyzettel érvelt, de azt is hozzátette, hogy csak azért, mert nem láttuk Furyt megnyomni a gombot, ez még nem jelenti azt, hogy sosem tette. A San Franciscói GDC 2019-en leplezi le a Google a saját játékplatformját, ami nem kizárt, hogy egy új konzol lesz. Egy titokzatos előzetes tett közzé a Google, amiben a március 19-én magyar idő szerint este 7 órakor esedékes streamen is követhető videójátékos bejelentésre hívja fel a figyelmet. A cég jelenleg Project Stream és Project Yeti kódnéven is ismert újdonsága, a pletykák szerint vagy egy játék streamerő szolgáltatás, vagy egy vadonatúj konzol lesz, esetleg a kettő egyben, hiszen felhő alapú játékgépet is emlegetnek a benfentesek. Ezt támasztja alá a vállalat tavaly Japánban véghez vitt kísérlete az Assassin's Creed Odyssey Google Chrome-on keresztül történő streamelésére, illetve a napokban kiszivárgott koncepciós képek a konzol kontrolleréről. Bármivel is készül a tech óriás, érdemes lesz rá odafigyelni, hiszen alaposan felrázhatja a videojátékos piacot egy új konzolgyártó színre lépése. James Gunn egyfajta rebootként képzeli el az általa írt és rendezett Öngyilkos Osztag folytatását, és már ki is derült, hogyan változtatná meg a csapat összetételét. Úgy tűnik, hogy az eredeti felállásból Margot Robbie Harley Quinn-je maradhat, ahogyan Deadshot is, az utóbbihoz viszont Idris Elba személyében új színészt kellett találni Will Smith elfoglaltságai miatt. Mellettük azonban feltehetőleg új arcok fognak feltűnni, és már azt is tudni véljük, hogy ki. Először Patkányfogó, a szuperbűnöző neve merült fel, aki Batman egyik nagy ellensége. Kártevő írtóként kezdte, végül azonban Rákcsálók egy kisebb hadseregét irányítva alvilági figura lett belőle. Nanaue, azaz Cápa király lehet a csapat második új tagja, aki egy humanoid cápa, aki maga a cápa isten gyermekének vallja magát, míg mások szerint csak egy tor szülött. A csapathoz csatlakozhat a polkadott men is, aki a testén növesztett színes pöttyöket képes tűzgolyókká és más fegyverekké alakítani, habár ezt a képességét ő is szégyelli. Végül, de nem utolsó sorban a csapat új tagja lehet Peacemaker, aki annyira szélsőséges pacifista, hogy a békéért még ölni is hajlandó. Nektek hogy tetszenek ezek a figurák? Írjátok meg a kommentek között! Az Inside Xbox új epizódjában a Microsoft bejelentette, hogy hamarosan számítógépeken is játszhatunk a Halo The Master Chief Collection-nel. A Halo sorozat gyűjteményes kiadása a Steamen és természetesen a Microsoft Store-ban is elérhető lesz. A csomag tartalmazza a Halo Combat Evolved-ot, a Halo 2-t, a PC-re soha meg nem jelent Halo 3-at, a Halo 3 ODST-t és a Halo 4-et, illetve a Bungie által fejlesztett utolsó Halo játék, a Halo Reach is belekerült a válogatásba. Utóbbit természetesen Xbox One-on is megkapják a játékosok a több játékos tartalmakkal együtt, Xbox One X-en 4K-ban, HDR-rel és 60 FPS képfrissítési sebességgel. Üröm az örömben, hogy a PC változat nem egyben lesz elérhető, különböző fázisokban érkeznek az egyes epizódok,
kódok, így a The Master Chief Collection minden tagja önállóan is megvásárolható lesz. Dátumokat még nem kaptunk, azonban az biztos, hogy először a Halo Reach jön a kampánnyal, a több játékos móddal és a Firefight DLC-vel. Éjkirály megformálója Vladimir Furdik elárulta, hogy a karakter legfőbb célja egy bizonyos személy megölése, az elmondása alapján pedig úgy tűnik, hogy ez a személy nem más, mint Havas John. A színész egy interjúban mesélt arról, hogy az utolsó évadban a karakterének van egy célpontja, akit meg akar ölni. Azt is elmondta, hogy a karakteréből valaki éjkirályt csinált, és senki nem tudja, mi volt előtte, viszont az biztos, hogy sosem akart éjkirály lenni. Ezért szerinte a bosszú hajtja, és azt is megemlítette, hogy lesz egy erős közös jelenetük Havas Johnnal. Ezek alapján nem kizárt, hogy a Kit Harington által megformált karakter az éjkirály célpontja, és találkozásukat egyikőjük nem éli túl. A Trónok harca utolsó évada április 15-én startol el, mi pedig számos videós anyaggal készülünk majd rá. Ennyi volt erre a hétre a Weekly-den, ne feledjétek, hogy csatornánkon elérhető egy videó, amiben azt taglaljuk, hogyan kapcsolódik egymáshoz a The Division első és második része. Jövő héten találkozunk, addig is, sziasztok!